Az FBI tavalyi statisztikája nagyon megdöbbentő. Olyan esetekről számolnak be, amelyeket szerintem csak a filmekben láthatunk. Mi a helyzet nálunk? Itt Magyarországon is megtörténhet például az, hogy valakinek ellopják az adatait, és például hitelt vesznek fel a nevében? Alapvetően előfordulhat. Magyarországon, amik most nagyon mennek, azok a különböző bankok nevében, bankok ügyfélszolgálatának a nevében telefonhívások alapján való próbálkozások. Ilyenkor az áldozatokat megpróbálják arra rávenni, hogy egy úgymond biztonságos számlára elutalják a pénzüket. Ez az egyik módszer, a másik meg az, hogy megpróbálnak velük valamilyen olyan alkalmazást telepítetni a telefonra vagy a számítógépre, amivel a csalók át tudják venni az irányítást a gép felett, és innentől kezdve megfigyelve az áldozatot, szintén hozzá tudnak férni a bankszámlájához, vagy akár a kártyaadataihoz, vagy gyakorlatilag bármihez, ami az adott eszközön van. Ez egy célzottabb csalás, ami itt az FBI-os jelentésben van. Ezek főleg ilyen, úgymond ilyen távolról végzett, tehát pszichológiai manipuláción, becsapáson alapuló csalások, de való igaz, hogy óriási veszteségek vannak világszinten. Ezt Magyarországon, meg talán az EU-ba se nagyon regisztrálják még, de azért ezek a számok, ezeket így be lehet gondolni, hogy ha ez Amerikában meg világszinten ennyi, akkor Magyarországon is nagyon, nagyon sok ilyen eset lehet, csak hát itt nincsenek pontos számok. Ha most a világra tekintünk ki, akkor az orosz-ukrán háború mindenhol érezteti a hatását. Kihasználják ezt most a kiberbűnözők is? Így van, a kiberbűnözők meg a csalók azok minden olyan eseményre rámozdulnak, ami világszinten mindenkit megérint, és hát főleg úgy, hogy mondjuk a világ távoli részén lévő embereket próbálnak meg becsapni áldozatként, akiknek az esetben kevesebb információjuk van az egész dologról, az szintén jellemző, és most a Magyarországon is rendszeresen vannak ilyenek. Én magam is levelezek épp egy ilyen csalóval, aki először 5000 eurót próbált meg kérni, hogy egyébként neki van Párizsba egy letétbe rengeteg pénze, és hogyha ha utalok neki, akkor abból vissza fogja adni, csak meg kéne adnom az adataimat, és akkor fel fogja venni velem a kapcsolatot majd Párizsból valaki. Aztán húztam az időt, és akkor végén már egyébként kaptam számlaszámot is, tehát egy németországi banknak a számlaszámát, meg egy spanyol banknak a számlaszámát is, hogy először erre, aztán arra utaljak. És hát végül most, hogy abban maradt, mert természetesen nem utaltam, de látszódik a levelezésen, hogy ez egy nem valós dolog, illetve hát én is kértem bizonyítékokat, amire egy hamisított útlevél másolatot kaptam, aminek megkaptam az eredet, vagy megtaláltam az eredetiét is az interneten, ahol az egyik ilyen csalásokkal foglalkozó fórumba. Szóval ezek nagyon erősek, és tényleg, hogyha az ember jó szívű, és azért most Magyarországon is, meg a világban szerintem azért látszik, hogy számos, nem számos, rengetegen megmozdultak, és akár hajlandóak pénzt is áldozni az áldozatok segítésére. Hogyha valaki nem kellően óvatos, akkor nagyon könnyen a csalók számlájára utalhatja ezt a pénzt. Ők egyébként, akivel most leveleztél, ő e-mailben keresett meg téged, tehát akár bármelyikünk számíthat erre, hogy kap egy e-mailt arról, hogy segítsen egy Ukrajnából menekültnek. Így van, így van. Ugyanez most persze nem magyar nyelven történt, tehát ez nem egy célzott magyar dolog, de látszik, hogy ezeket ugyanúgy a különböző ilyen spam levelező listákra küldik ki, mint ahogy itt az FBI jelentésben is látható befektetési csalás, vagy romantikus csalás, vagy egyéb csalásfajtákhoz kapcsolódó leveleket. Beszéljünk még ezekről, jó? Mit jelent például ez a romantikus csalás? Ezt többször említetted már. Egyre több olyan társkereső oldal van az interneten, ahol ugye hát kvázi ilyen vakrandiként személyes találkozás nélkül meg lehet ismerkedni másokkal, és hát erre a csalók is rámentek. Gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy elektronikus levelezés, hamis profilok alkalmazásával, különböző mesék kitalálásával megpróbálnak az áldozatból pénzt kicsalni. Természetesen miután egy ilyen kvázi bizalmi viszony fölépült, de hát mivel egyrészt ugye a csalónak semmi nem drága, másrészt meg ezeket azért nagyon nehéz leellenőrizni, vagy hát nagyon alapos kutatás kell, hogy egy
egy ilyen profilról tényleg az ember meggyőződjön, hogy kamu profil, ezért sokan beleesnek ebbe. És hát ennek is megvannak a különböző módszerei. Egyrészt akár tényleg, amikor valaki így belebolondítja a másik felet magába, és elkezd kisebb összegeket kérni különböző dolgokra, egy idő után ez egy elég komoly összeggé tud nőni. A másik, ami meg egy tipikus példája, az például az, hogy gazdag, magukat gazdagnak mondó, és itt főleg hölgyekről szokott ez kiderülni, magukba bolondítják a férfiakat, és mivel ők a saját gazdagságukat egy jó menő kriptovaluta befektetéssel igazolják, előbb-utóbb rá tudják venni az áldozatot, hogy ő is fektessen be egyébként a csalók által működtetett, tehát nem is működtetett, tehát egy teljesen kamu, ilyen kriptotőzsde, kriptovaluta vásárlási tranzakcióba, ahol mivel, hogy nincsen valós tranzakció mögötte, ők egy ideig egész komoly ilyen hozamokkal tudják az áldozatot ámítani, arra ösztökélve őt, hogy még több pénzt fektessen be, hiszen ez egy látszólag egy nagyon jó üzlet, majd amikor már elég pénzt akarnak, vagy kerestek, vagy az áldozat elkezdi megpróbálni kivenni a nyereségét ebből az egészből, akkor így eltűnnek. És gyakorlatilag ez mögött semmilyen valós tranzakció, vagy valós kriptovaluta vásárlás nincsen. Ez egy szépen felépített csalás. Úgyhogy aki ilyen vonalon mozog, hogy internetes társkeresésben van, és egy idő után elkezd egész ilyen pénzügyi tranzakciókról, meg befektetésekről szólni, és pénzt akarnak tőle, az legyen nagyon óvatos, mert simán lehet, hogy ez egy csalás. Hamis adathalász e-maileket kapunk még esetleg szolgáltatóktól, futárcégektől hamis SMS-eket, ugye ezekről régebben beszéltünk. Ezek még mindig jelen vannak? Így van, ezek szintén folyamatosak, és én úgy gondolom, hogy ezek most már így kvázi velünk is fognak maradni. Ezért nagyon fontos mondjuk, hogy akár a dolgozóinkat is, hogyha cégként működünk, akkor minél előbb készítsük fel arra, hogy hogyan lehet egy adathalász levelet fölismerni, hogyan lehet egy csaló levelet fölismerni. Erre nagyon jó képzések érhetük el az interneten. Igen, most is, tehát a Magyar Posta nevében én szerintem megint jön ugye az adóbevallási szezon, tehát előbb-utóbb a NAV nevében is szerintem föl fognak bukkanni ezek a dolgok, illetve hát továbbra is a közüzemi szolgáltatók nevében érkeznek adathalászlevelek, illetve nemrég újra felütötte a fejét a Flubot, ami egy csomagküldő szolgáltatás nevében próbál meg egy applikációt letelepítetni az áldozat telefonjára, ami applikáció egy rossz indulatú program, és gyakorlatilag ezen keresztül hozzáférnek a felhasználónak az eszközeihez a támadók, és le tudják üríteni a bankszámlát is. Úgyhogy legyünk nagyon óvatosak az ilyen rendelési értesítőkkel kapcsolatban, illetve hogyha arra kérnek, hogy valami csomagkövető alkalmazást feltétlenül töltsünk le, akkor szintén legyünk óvatosak, és egyrészt ellenőrizzük az adott szolgáltatónál, hogy ez tényleg valós-e. Ha meg alkalmazást töltünk le, akkor mindig a hivatalos webáruházakból töltsük le, tehát csak úgy az internetről semmiképp. Említetted, hogy már gyors tarpolón lehet részt venni, hogy hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy hamis adathalász e-mailt kaptunk. Azért mondj erre példát, jó, hogy hogyan vehetjük ezt észre? Adathalászatnál az egyik ilyen fontos szempont megnézni a feladót, amit ugyan lehet hamisítani, de nagyon sokszor ezt pontatlanul teszik meg a csalók, és tényleg nem létező e-mailekről, vagy feltört e-mail doménekről küldenek levelet, ami azt jelenti, hogyha mondjuk a NAV nevében jön e-mail, és mondjuk egy brazil BR végződésű domain név látszódik a feladó mezőbe, akkor az valószínű, hogy nem a NAV küldte Brazíliából nekünk. A másik ilyen fontos a címzet. Ugye ezeket a leveleket nem egyesével szokták küldeni, hanem így megszólják vele az internetet, ami azt jelenti, hogy a titkos címzet mezőben, tehát a BCC mezőben vannak általában valós címzetek, amik nem látszódnak, és ilyenkor a sima címzet mezőbe ott vagy maga, elő szokott fordulni, hogy a feladó van, elő szokott fordulni, hogy valami ilyen all, tehát ilyen közös címzés, tehát ugye egy lista, amire szét lett küldve, ami azért gyanús, mert hogy egy szolgáltató általában velünk tényleg név szerint a saját e-mail címünkön szokott levelezni,
és ezek ilyenkor egy ilyen tömegesen küldött levelek, illetve hát most már azt sem mondanám, hogy a nyelv az egy fontos szempont, mert nagyon jó minőségű adathalászlevelek vannak már, tehát tényleg ez egy belemásolták a szolgáltatóknak a leveleit. Itt, ami gyanús lehet, az tényleg az, hogy le kell ellenőrizni, hogy az adott szerződésszám, az adott számlaszám, vagy a mi ügyfélszámunk, ami benne van a levélben, az tényleg az. Ugye ez macera, mert hogy nem jegyzi meg senki valószínűleg, hogy a nem tudom, itt az MVM-nél milyen 8 vagy 11 karakterből álló száma van, de ezt érdemes esetleg fölírni magunknak, és ezt leellenőrizni. Illetve ami a legnyilvánvalóbb ilyen jel, az az, hogyha mondjuk számítógépen nézzük ezeket az e-maileket, akkor a hivatkozásra, ami ugye a csaló oldalra vinne, arra ráviszük az egeret, de nem kattintunk, hanem várunk egy picit, akkor bal oldalt alul a böngészőben megjelenik az igazi cím. És hogyha látjuk, hogy ez nem az adott szolgáltatónak a webcíme, akkor egész biztos, hogy valami csaló oldalra fogunk jutni, úgyhogy ilyenkor ne kattintsunk. Ez a kérés. Mit tapasztalsz? Melyik korosztály az, akit a legjobban át lehet verni? Ugye én azt gondolom, hogy olyan sokszor beszélgetünk már erről, hogy nyilván most már tudatosabbak vagyunk és odafigyelünk, de tényleg így van? Egyre több helyen elérhető az internet, és egyre szélesebb az a korosztály, aki internetezéssel tölti az idejét, és hát ebbe beletartoznak természetesen egyre inkább az idősebbek is, és az a tapasztalat, hogy az idősebbek azok, akik a leginkább ilyen áldozattá tudnak válni, akár az adathalászat, akár a telefonos hívásos csalóknál. Ugye tipikus példa erre az úgynevezett tudokázós csalók, akik az éjszaka közepén fölhívják az időseket, és megpróbálnak órákon belül készpénzt kiszedni belőlük valamilyen balesetre, vagy tartozásra, vagy bármi egyébre hivatkozva. De az interneten is ugyanez megjelenik. Tehát itt az FBI-nek a statisztikájából is látszódik, hogy ahogy megyünk szépen egyre följebb a korosztályok között, úgy nő a veszteség, akár ilyen milliárd dolláros értékben is, és legkitettebbek azok a 60 év fölötti korosztályon, náluk van a legnagyobb veszteség, és hát közel 100 000 ilyen panaszt regisztráltak az ő részükről az FBI-nál. Ez azért problémás, mert hogy tipikusan ez a korosztály az, akik ugye már nagyon aktív képzésekben nem vesznek részt, tehát ők így belépnek a különböző programokba, és jó esetben a gyerekük vagy unokájuk megmutogat nekik ezt-azt, de általában maguktól próbálják meg felfedezni ezeket a dolgokat, és hát sok esetben abszolút nincsenek arra felkészülve, hogy hát igen, az interneten is rengeteg rossz akaró és rengeteg csaló van, úgyhogy ennek a korosztálynak különösen fontos lenne a tájékoztatása, illetve hát a felvilágosítása. Hát ezt nem tudom, hogy most például Magyarországon melyik szervezet, vagy hatóság, vagy nem tudom, ki végzi, vagy kinek kellene végeznie. Minden esetre az látszódik, hogy ők kifejezetten veszélyeztetettek. Akkor zárjuk azzal, hogy akár fiatalabbak vagyunk, akár idősebbek, mit tehetünk az adataink védelméért, milyen jelszavakat érdemes használnunk, mi mindent tehetünk azért, hogy megóvjuk magunkat a kiberbűnözők ellen. Hát igen, itt például az FBI-s statisztikákban is a legnagyobb ilyen csalástípus az az e-mail kompromittálás, ami azt jelenti, hogy ténylegesen feltörik az e-mail fiókokat, akár céges, akár magán e-maileket, és azon keresztül akár a bizalmi hálót kihasználva, akár egyéb módon pénzeket próbálnak meg a csalók maguknak megszerezni. Itt tényleg az e-mail hozzáférés a kulcs. Az, hogy ne csak jelszót használjunk, tehát most már az összes komolyabb szolgáltatónál elérhető az úgynevezett erősítésítés, vagy kétfaktoros, vagy többfaktoros azonosítás, tehát hogy valami másik csatornán egy e-mailt, bocsánat, igen, akár e-mailt, akár SMS-t kapunk, és abban egy egyszer használatos kódot, tehát hogy nem csak egy sima jelszó az, ami védi a fiókunkat, ezt érdemes mindenképpen használni. Ha jelszót használunk, akkor pedig talán annyi, hogy ez legyen kellően erős,
tehát ne lehessen kitalálni, ne lehessen egy sima beszélgetésből kiszedni, hogy mondjuk a kutyánk, macskánk, meg az utcaház számunk a jelszó, illetve hogy ne használjuk ugyanazt a jelszót mindenhol. Ez azért fontos, mert az elmúlt években rengeteg-rengeteg rendszert törtek fel, és rengeteg-rengeteg milliárdos nagyságrendben lopták el a felhasználók adatait, többek között e-maileket, jelszavakat, azonosítókat, és ezek kvázi közkincsként forognak az interneten, ezekkel lehet próbálkozni, és hogyha valakinek mondjuk össze tudják kapcsolni a különböző fiókjait logikailag, tehát egy Facebook, e-mail, Twitter, nem tudom, egyebek, és ott valamelyiknek megvan a jelszava, akkor simán rá lehet próbálni az összes többi szolgáltatásra is, és hogyha ugyanazt használjuk mindenhol, vagy csak minimális eltéréssel, akkor nagyon könnyen ki lehet találni, és be lehet férni, vagy hozzá lehet férni az adott fiókhoz. És ilyenkor szokták az emberek azt mondani, hogy de már olyan sok mindenhez kell megjegyezni, jelszót, PIN kódot, belépési kódot, hogy nyilván én értem, amikor mindenki azt mondja, hogy egy jelszót használ mindenhez. Igen, egyébként amikor, most ezt biztos ezért keresztre feszítenek, de hogyha valaki kétfaktoros hitelesítést használ, akkor ott igazándiból majdnem mindegy a jelszó, hiszen hogyha azt meg is tudja valaki, akkor is pont az a lényege a második faktornak, hogy az megvédi a felhasználót. De egyébként meg tényleg most már szerintem ilyen 50 körüli az, hogyha az ember aktívan használ az internetet, meg a különböző alkalmazásokat, akkor legalább ennyi jelszót kéne megjegyezni, és ezt tényleg nem lehet. Erre vannak úgynevezett jelszószéf programok, amikben biztonságosan titkosítottan ezeket a jelszavakat le lehet tárolni, illetve lehet generáltatni akár tényleg olyan jelszót, hogy nem is kell, hogy megjegyezzük, hiszen ebbe a jelszószéfbe le van tárolva. Itt az a fontos, hogy ennek a jelszószéfnek az adatbázisára vigyázzunk nagyon, illetve az ahhoz történő hozzáférési kódra. Mert hogyha az elveszik, akkor az összes jelszavunk is vele megy a levesbe. Nagyon tudatosnak kell lennünk, én azt gondolom, még mindig. Ugye mi mindig erről beszélgetünk, de hát ezek szerint beszélnünk is kell erről, mert a kiberbűnözők nem pihennek, és mindig újabb és újabb módszerekkel próbálják megkicsalni az adatainkat és a pénzünket. Ákos, nagyon szépen köszönöm a hasznos jó tanácsokat. Solymos Ákossal, a Quadron Kibervédelmi Kft. Szakértőjével beszélgetünk az elmúlt percekben. További szép napokat, jó egészséget kívánok neked, szia! Köszönöm, szervusz!